Szeretettel köszöntöm a Hitköznapok mai vendégét, Márk Tibor. Örülök, hogy itt vagy velünk, Tibor. Szervusz! Szervusz, Kati! Köszöntöm a hallgatókat is szeretettel. Ugye a mottónknak megfelelően társadalmi, közéleti és hitéleti spirituális kérdés, amiben vannak érvek és ellenérvek, ebben nem lesznek ellenérvek, mert a függőségre nincs olyan, amit el lehetne mondani, hogy de az valamiért mégiscsak jó. Sőt, olyannyira nem, hogy nagyon sok területre kiterjed az, ami az embert a fogságába ejtheti, és talán a modern világgal egyre több, és egyre korábban. És ugye itt kezdtél te ebbe bele szállni ebbe a témába, nem egyszerűen azért, mert van egy saját jó bizonyságod, hanem mert ezen túllépve kinyúltál a gyerekek felé is, és ilyen módon szülők, tanárok felé, hiszen elmondhatjuk, hogy itt aztán érvényesülnek a generációs különbségek, hiszen amit én el se tudok képzelni, abba ti már benne éltek, és hát ugye ezek a korosztályok együtt élnek itt, és jó lenne, ha tudnánk, hogy ki miben él, miközben egymás mellett élünk. Mennyire van erről tapasztalatod, hogy kell ezeket a generációs szakadékokat ilyen függőség tekintetében temetni? Hát ez a legfontosabb dolga a munkánknak. Ugye mi itt jól beszélgetünk, ez lenne jó, ha mindenki beszélgetne mindenkivel. Hogy nem. Igen, tehát hogy akarom mondani, azért ez sem így teljesen fedi le a valóságot, mert vannak attól függetlenül beszélgetések, de általában felszínes beszélgetések vannak. De azt akartam pont mondani, nem a megfelelő kérdéseket teszik föl az emberek, vagy nem adnak megfelelő keretet neki? Rögtön belevágok akkor a közepébe. Az empátia. Az empátiának a hiánya, ami miatt felszínes a kommunikációnk. Általában egy gyerek, amikor hazamegy a suliba, mindig ugyanaz a válasz, hogy nincs semmi a suliba, nincs lecke, nincs. Jó, de hát erről már ugye generáció. Ez több ezer éves generáció. Ez egy igazi jó, ez több ezer éves tradíció, de pont ezért kellene ugye a valamit egy picit fejlesztenünk, változtatnunk. Itt az előbb beszéltünk egy bizonyos dologról, és hogy ha nem akarunk rajta változtatni, akkor felszínessé válik ez az egész dolog, és ahogy minket nem érdekel annyiban, hogy a gyerekkel mi történik a suliba, ő ugyanennyi információt oszt meg a szülővel, hogy mit csinál éppen az interneten. És, tehát a több ezer éves tradíció most kibővült olyan körülményekkel, amik viszont ezt veszélyesebb, ingoványosabbá teszik, ezt a empátia hiány. Igazából ugye ennek az empátiának talán, mivel hogy a több generációval gondolkodunk, illetve beszélünk együtt, ez iskolákba, gyermekotthonoktól elkezdve, javítónevelőintézet, börtönök, és akkor iskolaigazgatók, és akkor tanárok, és mindenféle fajta embereknek az összességét, amikor összevetjük, akkor azt felejtjük el, hogy mi is voltunk fiatalok. Mi is voltunk tinédzserek, és nekünk is megvoltak a magunk kis dolgai, reflekciók és mindenféle olyan kommunikációk, amikről igazából elfeledkezünk, és mivel ezt nem tartjuk szem előtt, már, mert ugye már fölnőttünk, meg annyi dolgom van, dolgoznom kell, mosnom kell, főznöm kell, takarít ez a hölgyeknél, a férfiaknál meg ugye mindig másabb, de hogy a lényeg az, hogy emiatt, mivel hogy a következő generáció nem tud az ősöknek a gyermekkoráról, életéről, vagy csak egy-két ilyen, vagy fekete-fehér, vagy már színes fotó esetleg, vagy ilyesmi, de nagyon kevés, vagy csak nagyon érintőleges egy-egy bizonyos, de általában úgy szeretik a szülők bemutatni magukat, hogy megmaradjon a pozíció, megmaradjon, hogy én vagyok az apád, én vagyok az anyád. A tanárok már esetében... ez is elveszőben van sajnos. A tanárok esetében, hogy ő a tanító, és igen, akkor az akkor igen. És emiatt látjuk azt, hogy amikor viszont összehozzuk ezt a rendszeresen vannak ilyen találkozások, generációk bevonják az alapítványt, vagy csak egyszerűen személyes kommunikációba odahívnak bennünket, és amikor a szülőkre is rá van mutatva, hogy vannak bizonyos függőségek, vannak bizonyos ragaszkodások, akár érzelmi, értelmi, vagy egyéb más dolog, és erre rá van mutatva, akkor visszaveszi az ember úgy a karmait, visszaveszi egy picit úgy vissza hátra, hogy igen. Hogy én is érintett vagyok? Hát, hogy én is érintett vagyok. És akkor ez hogy segít?
Mert akkor ki tud kit tanítani végül, tudod, ki marad, aki prevenciót végez. Igen. Jézus Krisztus azt mondta, hogy amíg olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, és igazából a szülőknek, vagy a generációk kéne, hogy találkozzanak. Ugye ez a generációs szakadék az, ami hiányzik. De vagy ilyet az nem hiányzik egyáltalán. És hogy egy olyan amikor a szülők egy kicsit leszállnak, így kicsit vissza nosztalgiázzák magukat az első szerelemre. Például ne menjünk messzebbre, az első szerelemig visszamegyünk, és a gyerek is most ezen a részen van, most tegyük föl, akkor el tudja mondani az ember, hogy mekkora hibákat vétett, vagy hogy horrontotta el, vagy hogy lehetett volna jobban, hogyan lehetett volna. Tehát, hogy egyfajta ilyen tanácsadás, és nem pedig egy ilyen, mert amikor az ember egy magas lovon ül, akkor könnyedén úgy leszól oda, hogy én vagyok az apád, mert ezt mondtam azért, és pont. De Tibi, ez nem változott meg azzal, hogy ez a tekintély eleve majd, hogy nem porig van már rombolva. Nyilván ezt erőszakkal még fönt lehet tartani, de már szinte adra panaszkodnak szülők is, tanárok is, hogy mondhatnak ők, amit akarnak, már a gyerek abszolút nem veszi komolyan, és ez okoz most egy újabb nehézséget, amellett, amit te mondtál, hogy nyilván lefelé beszélni, az nem a leghatékonyabb. Hát ugye mi prevencióval, megelőzéssel foglalkozunk, ott ugye még fel se fogják ugye a fiatalok, hogy pár év múlva hol tartanak az események. A szülők meg általában akkor keresnek már föl bennünket, amikor már ég a ház, igen, és nagyon nagy bajok, igen, vannak. Amikor már nem prevencióról van szó. Hát szó szerint tűzoltás van, de úgy, hogy kicsit olyan, hogy ahogy a gyülekezetnek a pásztora is, ugye, föl vannak kérve, hogy oltsák el a házat, de ők nem vesznek részt benne nagyon sok esetben. És ez úgy nem megy. És ez úgy nem megy. És ezért látjuk, mint egy megoldásként ugye a Malakiásnak a Malakiás könyvében található igerészt, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyához fordítja, hogy ez a fajta generációs közeledés, és ezzel járó kommunikáció, együttélés, együtt mókázás, sportolás, együtt tevékenykedés hoz egy olyan stabilitást, ami egy kicsit ilyen ellenállóvá teszi az embert, nem tudja olyan nagy mértékbe bevonni mondjuk a TikTok, hogy napi 15 videó, lehet, hogy nem is kell neki a TikTok, van egy kedves ismerősünk, egy jó mondattal megfogalmazta, tehát, hogy életem van, nem TikTokom. És egyébként ez majdnem minden függőségre igaz lehet, nem? Hogy vagy életem van, vagy függőségem van. Igen, igen. De a TikTokon még úgy is néz ki, mintha lenne. Meg úgy egyébként az összes, ahol kifele kell mutatni magunkat, azon mindig az van, hogy milyen szép és milyen happy minden, amikor meg az ember négy szem közt találkozik általában az illetőkkel, akkor viszont úgy az a durva egyébként, hogy tényleg annak nagyon nagy drámája van, ahogy így lesokkolódik az ember, hogy de hát ott meg volt fogad, hajad, la, jól nézték ki, meg talán valami utazásom volt, vagy hajó kiránduláson valami, a következő kép pedig Lukas cipő, és nem tudom hozzá. De lehet, hogy ez nagyon sokat ront azért az emberek mentális állapotán, nem, hogy kell élni egy olyat, ami látszik, és kell élni egy olyat, ami valóságos, és valamelyikre képtelen lesz. Igen, mindig az van, hogy ugye amikor függőségekről beszélünk, akkor majdnem mindig a drog és az alkohol a toppos. De közben ott vannak az érzelmek, egyébként itt szeretném tanácsolni a Flajsz Endrének a Halál fullánkja című írását, ahol lebontja elemeire a különböző, és most maradjunk akkor az érzelmi bűnök kategóriájánál, ahol érzelmileg vagyok odakötve már akár a TikTokhoz, akár a Facebookhoz, akár a valamilyen mutogatáshoz, mert mondjuk kialakult mondjuk általános iskola első pár évében. Ezek főleg a hölgyeknél jelentkezik jobban, de a fiaimnál is volt már rá példa, hogy ő az én barátnőm, ő az én barátnőm. Nem, én vagyok, és mindenkinek ki a barátnője. Úgy jött haza a lányom, hogy most éppen összeveszett a nem tudom kivel, mert már nehéz már egyáltalán neveket is, hogy most akkor ő melyik is volt az. Tehát, hogy egyfajta személyiségekhez való kötődés is, és akkor utána pedig jön egy ilyen versengés, hogy kinek van több
lájkja, több barátnője, több követője, több szívecskéje az Instán, és egy olyan TikTokon is egy forjúba való bejutása a nagy álom, amit már akik nincsenek benne, vagy benne vannak, de van életük, tudják jó, hogy ez egy lufi, egy nem létező, egy nincs semmi, tehát hogy így nincs ebből semmi. És viszont amikor a generációk tudnak beszélni, akkor erre rá lehet mutatni, hogy nézzük meg a nem tudom én melyiket, mert ugye mindig egy olyan példát hoznak, hogy az a hölgy például 15 éves, és mondjuk mit tudom én, mondjuk $5,000 keresett, mit tudom én, egy éven belül például. De ez ilyen egy van, meg maximum kettő, így az egész nagy földgolyón, és olyan példák vannak elől, akik úgynevezett szabadság jegyekkel vannak ellátva, mert úgy tűnik az egész, hogy levetkőzhet bármikor, meg csinálhat, amit akar, de közben mindannyian tudjuk, hogy közben pedig, mivel életellenes dolgokat csinál, ezért belül egy hatalmas nagy űr, egy dráma, egy depresszió vezeti az életét, csak arra pillanatokra, amíg elkészülnek. Az elkészülés is egy külön dráma egyébként, hogyha ugye az ember egyszer leáll és meglátja a fiatalokat, hogy mit szenvednek egy West End előtt, vagy éppen egy nagyon szép hátterű, kivilágított valami előtt, hányadjára sikerül megcsinálni. Azt nekem ez egy kultúrsok nyilván az én generációmban, tehát amikor úgy minden megszűnik, és úgy pózolnak, mint régen mi, de zárt ajtók mögött a tükör előtt, ahogy lehetőleg senki nem lelássa. Ugye nekem a gyerekkori fotóemlékem az arról szólt, hogy elmenhettünk, és megnézhettük, hogy melyiket hívjuk elő, és hát egyiket sem sikerült, se a fényhatás nem volt jó, semmi nem volt jó, és ugye alig volt, mit tudom, 60 kattintás egy gépen kb., vagy nem tudom, tehát hogy limitál. Hát 60 nem is volt. De azért is mondom, ugye? Hogy kimondtam, hogy hirtelen beugrott, hogy szerintem még annyi sem volt. Szóval ennek az egész folyamatának mindenképpen az összetartás lenne az ereje. Ugye a Ruf Tibor is beszélt erről a fajta egységről, és amikor én elfogadom azt, hogy én is egy kihalászott, megmentett ember vagyok, akkor én ugyanezzel a megmentéssel, ezzel az empatikával, együttérzéssel oda fogok tudni nyúlni egy, aki még fuldoklik. De viszont, hogyha elmondom, hogy hát fuldoklasz, de ha eldobod a cigit, akkor jó lesz, vagy eldobod a TikTokot, vagy abba hagyod a drogozást, vagy a piálást, na ezt nem olvassuk sehol, hanem az van, hogy először megmentjük, és abból a szeretetből, amit mi is kaptunk, azzal oda nyúlunk, és csak ez a jó megmozdítás miatt elindul egy folyamat, és ehhez meg jó sok idő kell, meg jó sok ember, tehát tényleg egy jó közösség, de nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy nincsenek mert ehhez a meggyökerezéshez ez nagyon sok minden kell, és nagyon jó kapcsolatok, és nagyon sok idő, és nagyon sok... Nem csak igen. Egy okos tanács. Igen, az is kell, az is jó, de hogy nagyon nagy szükség lenne ezekre a lenyúlásokra, és igazából ez az, ami igazából, amit a Krisztustól láttunk, hogy megindult az embereken, lenyúlt, a 18 éve megkötözött, ugye az is a függőség kategória, megkötözte a sátán azt a 18 éve azt a hölgyet, és akkor megszabadított, és rögtön jöttek az észosztók, hogy nem szombaton kell, meg ne ilyenkor gyertek, meg ne így, ne úgy. Tehát, hogy megvannak ezeknek a dolgai. Viszont az a fajta egység, ahogy mondja, hogy oda küldök áldást és életet örökről, egységből atyukoznak az atyafiak, ott kézzelfogható ez a fajta, mert mindenki tudja, hogy végül is aztán legvégső soron tényleg az élethez vagyunk oda kötve, és azon keresztül lógunk mindannyian, tehát hogy nem a magunk dolga, meg ilyesmi, és amikor egy picit ide vissza tud kanyarodni az ember, nagyon sok jó példa van arra, hogy eleve úgy állnak hozzánk a szülők, amit mondtam előbb, hogy oltsák el, legyenek kedvesek, szabadítsák meg a gyermekemet, meg nem tudom, de amikor az van, hogy le is tudunk ülni, és el tudjuk mondani, hogy esetleg apu hol hibázott, nem ez a lényeg, csak muszáj, hogy a baltát megtaláljuk, hogy hol esett a vízbe, hogy honnan indult el ez az egész történet, és akkor, amikor megvan ez, akkor nagyon nagy egymásra találás van, és hogy mondjak most el egy, ami most volt a napokban,
egy már rendőrségi ügy, meg már minden, tehát a minden is van már a történetben, és a hölgy fölkeresett, és hogy beleegyezek, hogy az egész család leül, és akkor két hölgy, apu, anyu, illetve a fiatalember, sok pénzről is beszélünk, meg rendőrségi ügyek, meg minden, és végig ugyanaz a tagadás volt, hogy de hát nem, és nem is, és nem, és nem, és akkor így jött az empátia. Egy, hogy ismertem ezt a történetet, mert mondtam is neki, hogy életed legnagyobb dolga lesz most a legnagyobb szégyen nekem, hogy szembenézzél szüleidnek bemondani, hogy te voltál, és már én is fogtam a fejem, mert éltem már meg ezt az életérzést. És ez egy beismerés, hogy nem csak az, hogy én voltam, hanem beismerés arra vonatkozóan, hogy baj van. Hogy most már tényleg nagyon nagy a baj, mindenkinél más a küszöb, ugye még kis problémáknál besöpörjük a szőnyeg alá a problémákat, de ez itt már nem lehetett, mert ez már akkora hatalmas dolog volt. És mondtam is, hogy ez most nagyon kemény lesz, de én most kimegyek, hogy ne is zavarjak, de előtte, és akkor előtte pár mondatot azért megerősítettem, hogy ismerem ezt a dolgot, tehát tudom, hogy mi újság van, úgyhogy én most jól kimegyek, és mire már mentem vissza, addigra már kibékülés volt, és az a pillanat, amikor ott a család összeborult, mert tudták, de mégse volt kimondva, ezért nem volt biztos, de amikor kimondta, hogy bizony ő volt, és akkor egy összeborulás, és akkor egy ilyen nagyon nagy felszabadulás volt, hogy hú, meg há, meg de jó, meg minden. Nagy kő esett le ott mindenkinek a szívéről. Mert legalább, hogy tudják az igazságot, mert gondolom kellemetlen igazságot tudtak meg. Igen. És általában majdnem mindig kellemetlen az igazság, szóval fáj az igazság. Itt is fáj, de nem kicsit. De szóval sokszor meg tényleg arra van szüksége az embereknek, hogy most is ugye, hogy az alapítvány, meg hogy emberek, és közben mindig oda azt tapasztalom meg, hogy például volt most egy olyan telefonunk, hogy ott ült már az orvosi rendelőbe a hölgy, hogy ő megöli a gyermeket, és akkor erre már nem azt mondtuk, hogyha ránk hallgatsz, akkor azt csinálsz, amit akarsz, hanem egy picit próbáltuk, hogy tehát ez az abortuszra gondolsz. Igen, az abortusz, csak nem akarom ilyen szépen mondani, mert adtak neki egy szép nevet, abortusz, jó, hogy cseng, de igazából ez gyilkosság. Egyébként tényleg ez egy kicsit ilyen hátborzongató, de most így megjelent előttem egy kisgyerek, akit meg akar. Igen. Azért igazítottam csak, vagy pontosítottam, de egyébként valóban ez ugyanaz. Próbálom azért nem borzolni a kedélyeket, de azért ha van valaminek neve, akkor úgy jobban lehet azonosulni. Ugye itt a függőség egy nagyon fontos dolog, hogyha tudom, neve van annak a dolognak, nem csak hogy hát én ilyen vagyok .hu, hanem van egy neve ennek, akkor azzal szembe lehet menni esetleg. És visszakanyarodnék csak egy pillanatra arra, hogy például a Gadarénushoz, mikor oda ment Jézus, ugye egy egész légió tűzött ki, és hogy azt mondta, hogy ugyanazt a szellemet vettük mi is. És amikor az ember ezt egy kicsit azt olvassa, ami oda van írva, és ezt magáévá veszi abból a szempontból, hogy például ez a hölgy végül megtartotta a gyereket, és happy, és boldogok, de és hálása. De nekem a függőséghez valamilyen... Egy pillanat, csak akarok ide még egy valamit mondani, csak mert ugye Nem, mintha így nem lenne fontos, csak kíváncsi vagyok. Hogy a függőségekhez természetesen van, mert egy múltbeli függőségnek a érzelmi fogságában van még a... Hogy mi lesz akkor, ha nevezzük a nevén félelemnek a szelleme, amit mindenki ismer, mindenki ismer. Itt is apuka az volt, hogy hát, és már úgy szóltak rá, hogy nem, megtörtént, mondjuk ki, ne izéljünk, mert hogy már ment volna, hogy zárójelbe tenni, meg kicsit radírozni rajta, meg nem, hanem mondjuk, és itt is a félelem szellem, ez egy nagyon erős történet volt. És ebből az egészből csak azt akartam kihozni, mert mindig úgy jön le, hogy bezzeg a pásztorok, meg akik csinál, hogy őnekik biztos nagy ajándék, meg ilyenek. És azt akarom mondani, hogy nem vagyunk benne semmilyen ilyen magzatvédő egyesületbe, vagy alapítvány, vagy valami, hanem csak egyszerűen az volt, hogy amit tudunk, bent ott egyszerűen empátiával, érzelembe bele tudunk, hogy ez nem. Vagy ha amikor ott fekszik egy hajléktalan a földön, akkor nem egy nagy dolog elvinni egy ilyen hajléktalan szállóra, ahol nem kell fizetni, nem kell semmit, csak letenni mennyibe, aludja, aztán majd nem tudom, majd valami. Tehát, hogy nagyon sok esetben sok példát lehetne ugye hozni, csak hogy ha ezt a együttérzést, ezt a fajta empátiával nyúlnak hozzá emberek, akkor viszont láthatóan, kézzelfoghatóan működik az az igazság, amit Jézus Krisztus mondott.
és minden körülmények között. Igen, igen. És bizony, mivel van egy, most és akkor még ide akarok csatlakozni, közben van egy másik vonal is, amikor előfordul, be kellett látnom, hogy előfordult, hogy más segítségre is szükség volt, kellettek orvosi segítségek, szakvélemények, tanácsadások, mert ugye hitben járunk, az Úr jó, megszabadít, jó lesz minden, türelmesek is vagyunk, ne izguljál, ilyesmi, de kellett egy, most nem tudott csatlakozni a műsorhoz, felkerestem egy addiktológiát Pécsett, és egy olyan szakember, aki szintén is benne volt, föl is épített egy bázis, nagyon végigjártam, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, beültem, és minden, és ott pedig olyan emberek vannak, akik szintén ugyanabba a cipőbe. Vannak ki a maga kis függőségébe, de ez azért jó, mert ott viszont nem hülyészhetik le úgymond egymást, mert mindenki úgymond egy hajóba evez, és viszont ez nagyon jól segíti, meg löki egymást, és vannak ehhez mindenféle ilyen Bibliával párhuzamosan felhúzható kommunikációk. Például az egyik ilyen, hogy siess lassan, nem egy nap alatt lettél függő. Tehát, hogy így az egész egy ilyen, és ott is a beismeréssel kezdődik, hogy először is beismerés, mint a tékozló fiú beismerte, hogy mindent lehúzott a mellékeiségbe, és hogy minden, ami értéke volt, meg minden azt elveszítette, de a lényeg, hogy viszont akkor is hazamegyek, és akkor is csinálok valamit, ergo csinálok valamit. És, mondjuk a tékozló fiú is az nagyon jó történet, hiszen oda igen. kellett állni az apja elé, igen. és az egészet igen. úgy, ahogy van felvállalni, nem volt az szépítve. Igen, nem volt szépítve. De mondjuk az a rész meg nagyon tetszik nekem, hogy viszont az apa nem kérdezte meg, hogy hol a lóvé, meg hol voltál. Igen. Hogy egy olyan fajta empátia, egy olyan fajta együttérzéssel, mert látta, hogy jött haza, hogy hát egyben még ruhát is kellett neki intézni, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen állapotban lehetett. És én magam ismerem. Én is, és egyébként meg sokan, na ezt akarom mondani, hogy igazából sokan vagyunk így, akár akkor a félelem szóba került ott, és az is egy olyan függőség, egy olyan bénító esemény, amivel egyszerűen, és mindenkinek más-más területen, de valamilyen módon valahogy bele akar szólni az embernek a működésébe, a rezgésébe, az életébe, a kapcsolataiba, akár körön belül, akár körön kívül. Tehát nagyjából. Ez egy kényszerítő erő is tud igen, lenne a félelem. Igen, és hogy nem tud az ember szabadon, ahogy mert ugye dönteni, azt mondja, hogy szabadságra lettünk hívva, hogy ezt a szabadságot azért nem tudjuk működtetni, mert sokszor. És még visszatérve ide erre a rehabra, nevezzük ilyen jó régies néven, egyébként ez egy nyitott háromszintes ház, járnak dolgozni, ha nem akarnak, nem mennek vissza, ez nem egy ilyen kényszer, de olyan nagy elánnal igyekeznek segíteni, mindent megkapnak annak érdekében, hogy hátat fordítson a múltjának, közben vannak kibékülések emberekkel, szülőkkel, minden, és... Ez nem sosem egy egyszemélyes történet. Igen, na csak ezt akarom mondani, hogy emberek kellenek hozzá, és ami a legdurvább, hogy itt is be vannak vonva a szülők. Tehát a szülőknek is egyszerűen be kell nézni, be kell látni, mert ugye nincs olyan gyerek, aki ne tudná kapásból, szoktunk a feleségemmel szórakozni, ami kapásban ne tudnánk mondani, miket mondott apám, mire, hogy mondta, hogy ütött nyakon, hogy ez. Tehát, hogy vannak ilyen kis berögződések egy ilyen automatikus, generációs, tradíciós, folytatós történetre, és ugye ebből lettünk megváltva ott a keresztfán, Jézus Krisztus vérén keresztül, és ezért lenne annak értelme, hogyha esetleg van olyan, akinek nincs semmiféle rigójája, függősége. Mert ilyen nincs egyébként. Jó, de azért hallottam én már mindent is. Szóval a legtöbb maradunk ennél a házégetős példánál, hogy nekem nincs is, nem is tudok, én nem értek hozzá, nem vagy ugye jönnek ezek a családi kedvenc mondatok, a te gyereked. Ez a te családod. Nálunk ilyen nincs. Fölnézd meg a nagy is. Tehát, hogy egyszerűen a mutogatás. Igazából ez az, ami... A beismerés helyett. Igen, hogy egyszerűen az pedig van. Pedig ott hogy... kezdődik ezek szerint minden. Igen, egy nagyon érdekes példát akarok hozni, ő a fiam, és mi úgy éljük meg ezt a történetet, hogy nagyon nagy bizalmat szavazunk arra, hogy nagyon ki van hangsúlyozva, és cselekedetekkel konkrétan alá van támaszva, hogy mi szeretjük őket. Tehát ez el is mondják, hogy ez így is van. Most a napokban volt így, a Covid-ra vettem egy PlayStation programot, jégkorongos, mert a foci ez nekem nagyon unalmas, nagyon lassú, de a jégkorong pörög, tűtök jó.
fiam, mondta, focizzunk egyet, jó, mondom, akkor most már rak be a jégkorongot, még egyet mondom, és ezután mennem kell. És mondta, hogy ó-ó. És a harmadik ó-ónál mondom neki, hogy gyere már, de mi a baj? Hát, hogy így úgy, amúgy, és sunnyog a fiam, akivel tök őszintén be vagyok, meg minden, és nem is értettem, hogy ez micsoda. Na mondom, jó, akkor kezdjük előre, mi történt? Hát, hogy az, hogy letörölte az én játékomat. Pumpa, felmondom, szét, mit csináltál meg minden? És mondtam neki, hogy, és mondom, mikor csináltad mindezt? Hát már vagy egy 3 hónapja. Még nagyon bizé volt, hogy fú, mondom, hozd a fakanalat, meg nem tudom. Persze nem. Csak ma elmagyaráztam neki, hogy az idegesít ebben a legjobban, hogy egy, hogy hazudtál, ez volt a kisebbik probléma, mert előfordul mindenkinél, hogy az érdeke úgy kívánja, hogy nem mondja meg az igazat, vagy nem a teljeset, vagy valami, aki nem jó neki, de a lényeg az, hogy előfordul, hogy az ember nagyit torzít valami, de mondom azt, hogy 3 hónapig hagytad magad gyötörni. Nekem mondom, ez fáj. Nem az, engem az a rész, az is bánt nyilván, de az annyira kicsiny, hogy nem. És kérdeztem tőle, hogy de miért? Hogy miért nem mondtad? Máskor is történtek ennél sokkal nagyobb galibák, károk is, de nem szokott ebből akkora probléma lenni, és mondta, hogy félt. És természetesen nem lett fakanál, nem lett leszídás, nem lett sem. Ráadásul egy gombot kellett nyomni, és így visszatöltődött. Tehát meg azóta se játszottam vele egyébként, de mindegy, de a lényeg az, hogy vissza is töltődött minden, és nagyon jó volt ezt megtapasztalnom, hogy minden jó otthon. Mi abszolút így éltük meg, hogy minden jó, hát szinte együtt veszünk levegőt, mert mindenhova jön meg minden. Tehát, hogy minden jó, de mégis ez egy olyan tradicionális generációs valami, bármi, akármi. Most már úgy jön oda, apu, tanárnéni szólt, hogy vegyem le maszku, vagy vegyem fő, nem vettem. Tehát, hogy most meg már megvan ez a fajta frankóság, ez a fajta őszintesség, és, de hogy érdekes volt, hogy ezen át hogy kellett. Hogy jött ez be? Ezen át kellett vergődnünk. Igen. Lehet, hogy bejött, lehet, hogy amúgy lehet, is ott lebegett, ott volt, hogy igen. Ott volt, csak nem volt rá, vagy nem, de mondom. Tehát erre szülőként neked ezzel szembesülni kellett, és ez fájdalmas volt. De nagyon, de ráadásul olyan szinten, hogy ilyen, már mondtam. Miért, mit követtem el, hogy feleségem már rászott, hogy figyelj már, nap már nagyon régóta lement. Jó, de mondom, ez fájt. Szóval, hogy ez tényleg, és ezzel csak azt akartam mondani, mert nagyon sok esetben az van, hogy hát én mindent megadtam a gyerekemnek, ugye rengeteg ilyen van, hogy mindent megadtam a gyerekemnek, mindent, és utána bejött a fiú, kérdeztem, hogy mi van, nem akart velem beszélni, mert hogy nem vagyok pszichológus, se orvos, meg adjam béke, meg különböző az apja küldte, kifizetik, meg nem tudom, fizetni nem kell, csak mondja, hogy mi van, nem mondott semmit, beüt, és egy fél órán keresztül nézte a falat. Ezt odaültem, mert ezt néztem én is. A falaton nem beszélgetünk, nekem mindegy, volt időm, mondom, éhes se voltam semmi. És utána fölmondta, hogy mehetek. Persze, elment, és visszajött egy fél perc, szóval nagyon szépen köszönni, de az apja soha életében nem ölelte meg. És az apja esküdözött mindenre, hogy ő mindent megadott a gyerekének. De ezek azok az ilyen kis picik, és természetesen fiatal ember kokainozik, összetört egy 20 milliós BMW-t, meg minden. Tehát, hogy és ugye ebben nem ezeket szoktuk mondani, az ilyeneket átlag emberként mondjuk, hogy nem szoktuk sajnálni, hát mindene megvan, és akkor így leás az ember a lelke mélyére, és ott van az az űr, és amit hogy, azonnal be kell hogy, tölteni. Hogy az apjának ez a fajta, ugye a tékozló fiú, amikor hazament, az apjának a legelső dolga nem a beszéd volt, hanem a megölelgetés, megcsókolgatás, hogy egyszerűen ezek az érintések. Most tudom, van, akinek nem ez a szeretet nyelve, meg nem, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy próbálni, és ez egy tök jó példa, az apuka hív, de jó, kibékültek, minden rendben, rendőrség is megoldott, minden megoldódott, de hogy egyszerűen, és ezért próbáljuk a megelőzést, mert most még lehet beszélni, de amikor a gyerek már a temetőbe van, amikor a gyerek már a börtönbe van, amikor a szégyen már olyan magas, hogy már a szomszédokra nem tud ránézni, mert már bekirabolta a szomszédot is, meg a nem tudom mit, és most nem csak drogról beszélek, hanem éppen bármelyik kategóriát ide tudjuk emelni, mert aki szexuális függőségben szenved, az is olyan galibákat tud csinálni, hogy csak na, hogy egy kicsit valahogy nem mentegetni valahogy magunkat, meg a dolgunkat, hanem belemenni abba, mert itt is az volt, itt kibékült az apa is, a fiú is, az előző történetnél is, és egyébként majdnem mindegyik történetnél,
hogy, és ha nem tudok segíteni, még egy picit visszakanyarodok oda, mert ugye pont amit mondtam, hogy én sem vagyok hajléktalan szállásszolgálatos, meg börtönszolgálatos, meg nem tudom micsoda, de tudom, hogy hova kell menni. És egyébként a hídgyülekezetének a vezetői, ezért lelkészek, ezért pásztorok, mert oda lehet hozzá menni, hogy én nem tudom ezt a dolgot megoldani, de gondoltam, átadtam, de az mégiscsak, az Úr szelleme van rajta, tehát mondd meg neki, hogy mit, hogy, és hogy lehetne. Nem is lehet tovább szakszolgálatokhoz. És nem szeretnék név szerint senkit sem kiemelni, de nagyon sok pásztorra személyes olyan tapasztalatom van, hogy megoldódott, tudott azzal a pásztori szívvel, azzal a szolgálattal, amire ő ezt kapta, vagy ami miatt ő ezt csinálja, hogy megoldódott, és van, hogy csak egy fél mondat, vagy most egyébként visszakanyarodva, most kiderült, mert visszakívott ez a fiatalember, ahol a nagyon nagy galiba volt, és említettem neki egy nevet, hogy ő nekem is egyébként titok a Petrus Lászlóról van szó, hogy ő az én pásztorom. Én tudom, mert hogy én ott csináltam valamit, és ő megkérdezte, hogy kérek-e valamit, és mondtam, hogy nem, ő meg odavitt egy szatyor innivalót, meg ilyenek, és hogy ez neki, és hogy ennyi. Tehát, hogy ezt akarom mondani, hogy neki nem kellettek a szavak, meg na figyelj ide, mert így kell, tehát nem, hanem egyszerűen emberként, és amikor mindenkinek fájt már a feje, és amikor az embernek fáj a feje, akkor nem arra van szüksége, hogy osszák az észt, hogy csinálj 50 googleást, tehát nem az észosztás van, hanem csak egyszerűen hagyják békén, fáj a feje, most ilyen napja van, rumlis akár, mert most nem, majd amikor, hogy egy kicsit így egymás felé fordulni, egy kicsit egymás felé, és ez lenne a prevenció, de amikor meg már nagy a baj, akkor meg egyszerűen egyfajta elfogadás, mert... Akárhogy olvasom a Bibliát, azért van ott, aki ölt embert ölt, volt, aki nagyon durva bűnt követett el, volt, aki ugye a parázna nő, ugye. Nem tudjuk, hogy végül aztán most elkövette utána még a házasságtörést, vagy nem, de az biztos, hogyha Jézus szólt neki, hogy ne csinálja többet, akkor arra erőt is kapunk, hogy ne csináljuk. És ha mi már ezt megtapasztaltuk, hogy ez így működik, akkor a másikkal is egyfajta empátiával, egy együttérzéssel, egy ilyen bárkába való feljutásban való segítséget nyújtani, és akkor több dimenzióban mozog az ember, és észre se veszi, hogy itt is tud valamit segíteni. Persze nyilván tudjuk, hogy nem mi segítünk, mert hogy még az akarást is az Úr munkálja ki, és hogy mindenünk, ami van, az Úrtól van, de ebbe egy iszonyú nagy árral szemben menésnek egy nagyon nagy élet feelinge, hogy hopp, oda is tudok valakit, aki tud segíteni, ő neki biztos elvonó kell, oda is tudok egy telefonszámot, ide is tudok, oda is tudok, és egyébként nagyon sok embernek szüksége van segítségre, nagyon sok ember tud is segíteni, csak sokszor nincsenek összekötve, mert nem ismerik az emberek az embereken. Viszont egy dolgot kimerek jelenteni, hogy azok az emberek, akik függőségben szenvednek, és amikor oda megy hozzá bárki, nem rekordtól függetlenül ez mindegy, és csak egyszer adnak egy zsebkendőt, vagy csak egyszerűen odavisznek egy innivalót, vagy csak egyszerűen nem akarja megfejteni az életét, akkor ez a legtöbb függő elutasított, mert ugye tudja, hogy baj, amit csinál, bűn, fáj neki, bántja az apját, anyját, testvéreit, munkatársait, de mégis akiből érzi, hogy egy nagyon picit nem ez van, nem azt kapja, hogy amit már megszokott, hogy la, az azonnal, és már abban a pillanatban, hogy elindul benne egy nyitottság, elindul a gyógyulás útja. Nagyon érdekes. Tehát igazából a felelősségvállalást, amire rá akartam kérdezni, az innentől indulhat, hogy felszabadítja arra a lelkét, hogy szembenézzen a saját részével. Mert nyilván az sem megoldás, bár ez egy egész családot igényel általában, és ahogy te is mondod, több embert, de nem lehet áttolni, hogy mondjuk hogy például ennél a BMW-s fiúnál is az apja lett volna a hibás. Tehát ezeket így nem biztos, hogy így lehet leosztani, ugye?
Hát, mindenki benne van, de hogy a hibásnak a keresése, hogy ez senkit ne terheljen úgy, ami erőn felül, és ne mentse föl a másikat, aki meg megtette, tehát azért ez egy nagy egyensúlyozást igényel. Ugye a kommunikációval kezdtük, hogy egyszerűen a kommunikáció, amikor van, akkor abba beszélünk, ugye jó állapotban, rossz áll, sírós, hagy békén, nem tudom, tehát sok skálája van ugye a kommunikációnak, és ennek ugye az érzelmeknek megnyilvánulása is stb. De ehhez, amikor ez van, vagy működik, vagy úgymond ismerem a gyerekemet, ismerem a szülőket, tehát hogy van egy ismeret. És amikor van egy ismeret, akkor nagyon érdekes jelenség van, mert akkor ismerem a szituációt, nem tudom teljesen az egészet, de azt tudom, hogy erre ez szokta reagálni. És most ezen a reagálásom van, akkor ebbe a reagálásba lépek bele egy olyannal, hogy tudod, múltkor erről azt beszéltük meg, vagy akkor múltkor esetleg ez, vagy múltkor az, csak ez a nagyon föl vagyunk pörögve, mindenki pörög, és mindenki gyorsan egy orvoshoz elmegy, adjon gyógyszert, tehát ezek az instant gyors megoldások vannak, és van, hogy nincs más opció, mert csak anyu van, anyu meg nem tud egy tinédzser fiúnak úgy valahogy ugye nagyon nagy fájdalma van, vállás, nagyon nagy teher, minden, ilyesmi, a pásztornak beszélt róla, de amit a pásztor mondta, semmit nem tudott átvenni, nem tudta neki meg ragadni kézzel, nem tolt valamit, de ahhoz is viszont érdekes jelenség az idő, mert például, hogy mondjak még ide egy példát, hogy eltelt egy kis jó sok idő, és a fiatalember hallani nem akart semmilyenféle segítségről, pszichológia, pásztor, hallani nem akart meg semmit, de hogy valahogy úgy alakult, hogy valahogy beszéltünk egy-két mondatot, és mondtam, hogy kicsit az emberiség, mondom, olyan, mint a kórház. Van a pszichiátria, az zárt osztály, az elfekvő, meg az összes ilyesmi, mert hogy Jézus azt mondta, hogy a betegeknek van szüksége orvosra, szóval mivel, hogy az emberekért jött ergo, mindenkinek van valami kisebb-nagyobb problémája, pláne szellemi, és ugye egyéb más függőségek, meg egyéb más dolgok, tehát hogy egyszerűen arra volt neki szükség, hogy ezt így egyszerűen valaki ezt így oda mondja neki, hogy egyébként így álljon hozzá, hogy mindenki ott hülye, ahol tud, szoktuk mondani, ezt nem tudom, mennyire szabadot mondani, de ezzel így rárakódik egy nagyon nagy igazság, egy nagyon nagy valóság, hogy mindannyiunknak megvan a kis maguk dolga, de ha azt szeretnénk, hogy már pedig azt szeretnénk, akkor a hit az cselekedetek nélkül halon, hogy legyen hozzá mindenki mindenkivel, legyen egyfajta, ne egy ilyen elidegenedés, én már túl vagyok, én már megcsináltam az iskolát, én már dolgozom, nekem már pénzem van, nekem már életem van, én már letudtam, mert a nagyon fontos ugye a magvetésnek a példázata, hogy ezek mind-mind vetések, és nagyon jó látni a gyülekezetben is, ahol a több generációk Isten tisztelet végén például ott összeülelkeznek, hogy derég láttalak, mondjuk úgy 3-4 nappal előtte, de nem ez a... De hogy ez a, hogy nem ez a izé, hogy jó, hogy már múltkor már megjött, hogy mindig tudnak így érintkezni, tudnak kapcsolódni, tudnak, és ez egy iszonyú szép és megindító és jó dolog, és valahogy így kéne, hogy kinézzünk, szerintem. Tehát az egész életünk ennek a prevenciónak a jegyébe kell, hogy teljen, mert különben az elidegenedés következne csak be, és akkor még ez egy szélsőség is, amiket elmondtál, hogy milyen függőségekbe tud taszítani, de az elidegenedés önmagában is egy elég nagy probléma az emberiség számára. Igen, egy nagyon nagy problémában, egy nagyon nagy olyan, hogy talán Pál apostol mondja, hogy még hallani sem, még világi közegben se hallani olyan bűnöket, vagy olyan dolgokat, amik viszont nagyon-nagyon gyors a helyreállás, hogy olyan gyors az integráció, hogy az ember ugye akárhogy is próbálkozott az ember ugye, akinek van gyereke, tudja, hogy azért nem olyan egyszerű csak úgy megtanítani a matematikát, vagy hogy olvasunk Bibliát, tehát hogy nem olyan egyszerű a nevelés is, meg de viszont a maga az empátia kapcsolódás, az viszont egy olyan biztos alapot, ha el is tévejedik egy kicsit, vagy behomályosodnak, mert a TikTok meg mindenki, meg mindenféle híreket hall a YouTube-ról, meg mindenhonnan összehallgat valamit, mert lehet, hogy ő maga nem, de biztos, hogy elküldi neki valaki, na ezt hallgass, mert ez most nézze,
Akkor is abban a pillanatban, amikor véletlenül valahol meghall egy dicséret dallamot, vagy éppen valami, az szinte ilyen nagyon-nagyon rövid időn belül helyre rázódik, így lerázza magáról, és akkor már is tudja, hogy hol a helye. És utána jön megint a tékozló fiúnak a bátyja, hogy az apának volt, az apa volt a legfontosabb, de lehet, hogy egy picit még gördülékenyebb lett volna, hogyha a másik meg egy kicsit nem irigykedik, ugye van ez a földműves példázat, hogy dörzsölte a tenyerét, aki hajnalóta dolgozott, hogy mekkorát fog kapni. Közben, mivel megegyezett a főnökével, ezért ugyanazt kapta, és aki csak egy órát dolgozott, az is ugyanannyit kapott, hogy ezeket, ahogy mondja is az úr, hogy ne legyünk gonoszak azért, mert az úr jó, hanem egymást megsegítve lépjünk egyről a kettőre, mint társadalmi, mint gyülekezeti, és legfőképpen mint családi. Ez a legfontosabb. És az az érdekes, egyébként most már több ilyen szülői értekezletre is járok, hogy azért mindenki vakarózik. Amikor most legutóbb is meghívtak valahova, és akkor ott voltak ilyen prevenciós előadástól, meg innen-onnan, mindenhonnan, és akkor végén engem kértek föl, hogy akkor egy pár mondatot mondjak, és akkor mondtam, hogy jó, semmi gond, én mondom, itt nem akarok nagy, ezért csak menjünk vissza egy picit az általános iskolába, hogyan is volt a félelemmel, hogy inkább égjen a villany, mert sötétben nem tudtál aludni például. Na már ketten vakaróztak, és akkor így szépen így lépésről lépésre haladtunk, hogy mit tudtak a szülők arról, hogy mi volt a suliba, vagy suli utánról, mit tudtak a szülők, ki mit tudott, hogy, micsoda. És már hogy... a mi gyerekkorunkban. Erről beszélünk. A szülők gyerekkorában. Akik ott ültek, hogy na most, és akkor utána, és akkor nagyon érdekes, mert ugye egyből a légtér, és egyből meg... Empátiával tett meg. Egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kedves, jó jelenléte lesz, és érdekes, hogy egyből elkezdtek egymással is beszélgetni az ember, addig meg így jut mindenki ilyen farca, hogy na, hallgassuk még ezt is, meg nem tudom. Tehát, hogy azonnali hatállyal berobban ez a, hát maga a szeretet. Mert igazából, amikor én magamat elfogadom, beismerem, hogy hát voltak gondjaim, meg dolgaim, nem kevés, mert amikor az ember tényleg az egészet végignézi, hogy mennyi hülyeséget elkövettem, akkor az ember akkor egy teljesen más szemüvegen keresztül néz a gyerekére, és itt most nem kell ilyen nagyon nagy dolgokra gondolni, csak hát most akkor csak az igaz mondás és a hazugság közötti párhuzamot, ha megvizsgálja az ember, akkor az egész gyerekkorát végig hazudta, hogy itt voltam, ott volt, átmentem, itt aludtam, mindenki matekozott, mindenki játszott, ismétlen mindenki, és az a helyzet, hogy amikor mindenki ezt csinált, akkor miért gondoljuk, hogy majd a gyerekünk nem? De amikor a gyerek rápirítok, hogy de várjál, hát én is voltam ennyi idős, én is így csináltam ilyeneket, sőt, ennél még cifrábbakat is, akkor a gyerekbe meg fölszabadul, hogy ú, de jó, mert az a fajta vádlás, az a fajta lelkiismeret furdalás, ami a félelem után a hazugság követi, az nagyon sok ember tönkretett már. És nem szabadítja föl több hazugságra? Nem szabadítja föl, és még egy fontos dolog van, megpróbálja elnyomni. Itt jön az alkohol, a droga, mindenféle kicsapongások, ilyesmi, és képzeljék el a hallgatók is, hogy a rehabilitációs intézetekben, ugye kutatás van, úgy hívják, hogy lelki leltár készítés, meg ilyenek, és majdnem mindig ugyanoda lukadunk vissza a gyerekkorra. Apai trauma, apától érő traumák, és a félelem, az top első helyen van a félelem. Hogy bejött valamitől, ott a fiam egy példa, hogy pedig aztán semmi oka nem volt rá, és én meg csak jól megverem, lekezem, jó, mit még egyszer hozzányúsz a cuccomhoz, mert van ilyen, a telefonomhoz nem nyúlhatnak hozzá, de a lényeg az, hogyha most ezt én lerendezem úgy, ahogy apám rendezte volna az én dolgomat, akkor az történt volna, hogy akkor a félelem jogos. Megmarad a fiamba, hogy na tudtam, hogy ez fog történni, na ezért nem mondtam el, látod, és akkor még a testvéreinek is mondja, esetleg még az osztálytársaknak is, közben ez nem ez történt, hála Istennek, hanem az, hogy föl tudtuk ismerni, hogy hát eleve lesokkolódtunk, de hogy ez a sok, ez arra volt jó, hogy tényleg Hogy az ember így végig nyugodtan, higgadtan végig gondolta, hogy vajon akkor ez most mi. De ismétlem, hogy ez egy úgymond egy próbának, vagy egy akadálynak, vagy egy folyásnak egy pipa megvan, de hát az van, hogy gyerekek még. De ettől kezdve érdekes, hogy van ez a fajta isteni paradoxon, hogy ettől kezdve viszont nem hazudott neked.
Igen. Tehát nem az volt, hogy... Tehát ki kell valóban egy szülői felelősség az, hogy a rossztól távol tartsuk a gyereket, csak a megfelelő eszközzel kell. Igen. Meg nem is az eszköz, talán itt nem is erről beszéltél te, hanem a hozzáállásról. Az eszköz is egy nagyon érdekes dolog, mindig kérdezik, hogy mi hogy csináljuk. Nem, szóval most mi nem valami önreklám, hogy mi aztán hú, de jót csináljuk, mert itt egy tök jó példa, hogy azt hittük, hogy jót csináljuk, és mégis mi történt, hanem inkább csak az, hogy egyfajta ilyen, mikor látjuk a gyereken, hogy valami baj van. Valami. Nem. Csak látjuk, hogy nem úgy zörög, nem úgy mozog, nem úgy él. Ez szoktuk is mondani, ez nem az én fiam, hát ez nem így, ez nem. Na, és akkor minden lezár, és akkor reggel fölkelünk szépen, és elmegyünk. És egész nap csak szépen vagyunk, eszünk, ide megyünk, oda megyünk, viszem dolgozni, ügyintézés, ide, oda, amoda, és aki mikor már látom, hogy már hogy föl van szabadulva a dolog, mert például megfejeltem egy Lego játékkal, vagy éppen valamivel úgy tudom, mivel, hogy a gyerekem, ezért tudom, hogy a Fradi labda, vagy mi lesz az, ami közel van hozzá. És na még itt a Fradinál egy pillanat, például én hát a nagyon kevés dolgot nem szeretek, a focit azt nagyon nem szeretem, de viszont a fiamat nagyon szeretem, és ezért eljárok vele hajnalba, hétvégén, amikor pihenhetne az ember, elmegyek vele focit nézni csak azért, hogy ez a kötelékünk, ez erős is legyen, meg hogy meg is mutassam, hogy szeretem. Pedig tudjon, hogy foci az nem. És, tehát akkor egész nap... Megy az egész nap, és a végén kibukik, hogy apa, nem tudom, az osztálytársam, képzeld el, hogy most meg már nem barátom. Ez a téma, ez megint egy olyan nagy dolgot szabadított föl, mert adtam neki egy tanácsot, hogy én ezt hogy intézném el, és másnap úgy jött haza, hogy füligérő szája, már eleve az estét is úgy rendeztük el, hogy nagy ölelés, hogy közszapad, de jó volt, ez jól esett. Ezek pici dolgok, csak az a lényeg, hogy a pici dolgokban, mint nekünk is, amikor van egy pici dolgunk, például nagyon-nagyon fáj a fejünk, az nem egy a hú, de nagy egetrengető dolog, de kell rá lehetőség szerint minél gyorsabban valami megoldás, hogy ne fájjon. Szóval így, és hogy a gyereknek őszintén. Is... Hát igen, mint általában. És ezért nagyon fontos ez, hogy akkor ott felszabadul egy nagyon jó dolog, és ezekre mindig is lehet hivatkozni, hogy emlékszel, a múltkor itt is meg tudtuk beszélni, mert van olyan, hogy nem egyből mondja el, és még elmentünk, és még akkor sem mondta el, és akkor este akkor mondom, gyere, akkor még egyet, akkor kokettáljunk, hogy még akkor mégis hogy volt, és akkor jön a nagy. Ha, és még olyan is volt, hogy nekem valami miatt ott az a téma, az olyan volt, hogy inkább ilyen ellegyintős, akkor megjön a feleségem. Mert van olyan, hogy nem tudom miért van ez, de van olyan, hogy a lányom is, hogy van olyan dolgot, amit nem az anyjával beszél meg, hanem vele. De ezzel meg nekünk nincsen probléma, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a megelőzésre azért tesszük a hangsúlyt, mert azok az emberek, akik közben már belekerülnek bizonyos függőségekbe, mindenféle kötelékekkel összekötözik magukat, meg ugye mások is, nagyon-nagyon hosszú a gyógyulási idő, és pont azok az idők, amikor neki pont mondjuk most már iskolát kéne elvégezni, aztán jó lenne találna magának valami párt, aztán jó lenne majd apránként valami család, aztán jó lenne valami autója lenne, meg tudod, jó ruhái, meg tudod, ezek így nincs, hanem állandó adjál kölcsön, adjál azt, tehát ugye egy pont az életnek az a minősége, amire igazából lettünk teremtve, azt nem tudjuk élni, mert a függőségeink nem engednek. És ez mekkora kár lenne. Ezért nagyon köszönjük ezt a preventív szemléletű beszélgetést. Jó sok mindenre fény derült, hogy milyen, hol van ez a fejsze valóban sokszor beesve a vízbe. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, Tibor. Nagyon szépen köszönöm. Már Tiborral beszélgettem.